Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket, az önkormányzati perceket látják. A mai adásban a mezőrök nyári munkájáról fogok beszélgetni vendégemmel. Köszöntöm a stúdióban Olá Csabát, a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat intézmény vezetőjét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Melyik a szezon legaktuálisabb problémái, illetve teendői a mezőrök szempontjából? Hát igazából így, hogy már tél elmúlt, így mondhatom azt, hogy a falopások azok már szinte meg is szűntek. Ugye van egy állandó konstans problémája az őrszolgálatnak, nevezetesen az illegálisan kihelyezett hulladékok felderítése, illetve megszüntetése. Bár minden interjúban, amikor Önökhez jövök, akkor el szoktam mondani, hogy csökkentek az illegálisan kirakott hulladékkupacok száma. Nyilván közelítünk a nullához, soha nem fogjuk sajnos ezt elérni. Minden esetre valóban így van, hogy csökkentek a kihelyezett hulladéklerakásoknak a száma. Illetve ami aktuális ilyenkor, ugye közeledik a nyár, 20-30 fokok vannak már a tűzgyújtással kapcsolatos problémák, ami nevezetesen ugye azt jelenti, hogy amennyiben a miniszter úr elrendeli az országos tűzgyújtási tilalmat, akkor semmiféle erdőterületen, illetve erdők szélén 200 méterig bezárólag semmiféle tűzgyújtást nem lehet eszközölni, tehát még bográcsozni se, semmiféle hasonlót. Egyébként a tisztelt polgárok naprakész információt kaphatnak a erdőtűz.hu weboldalról, abszolút aktuális, és ott meg lehet nézni, hogy mikor és hol van tűzgyújtási tilalom. Ha esetleg valaki nem tudná, milyen esetekben szokták ezt elrendelni? Hát nyilván akkor, amikor kevés csapadék esik az országba, nagyon nagy a forróság. Ugye tudni kell azt, hogy még a tavaly elhullajtott falevelek ugye még nyilván nem korhattak el, nagyon szárazak és nagyon gyorsan terjed a tűz az erdőbe. Akkor folytassuk a további problémákkal, ugye elkoborult kutyák, amik most inkább aktuális és felütötték a fejüket, mint problémák. Igen, így van, nagyon sokan keresnek meg minket, hogy elkoborol a kedvencük, házi kedvencük, és próbáljunk meg segíteni. Esetek jelentős részében egyébként tudnak is a kollégák ebben segíteni, tekintettel, hogy a határt járják napi 24 órába. Viszont felhívnám a figyelmet, hogy, és nagyon jó, hogy említette ezt a kutya kérdést, hogy főleg természetvédelmi területen, az Önök kerületében ugye a Merzsemocsár egy ilyen helyszín, hogy csak is kizárólag pórázzal szabad kutyát sétáltatni. Az esetek nagy többségében nyilván így kóborol, így tud elkóborolni, hogy a gazdik nem használnak pórázt, és így elmegy a kutya. Valamilyen szankciót alkalmaznak erre az esetre, hogyha ezt felfedezik? Hogy valaki... Hát igazából nem, figyelmeztetni szoktuk a kutyatulajdonosokat. Nyilván, hogyha van egy notórius olyan gazdi, aki esetleg mindig, illetve nem használja pontosabban a pórázt, akkor egy 5.-6. figyelmeztetés után egy szabásértési feljelentést írnak a kollégák. Akkor térjünk rá az úgymond vállalt feladatokra, mert hogy hát ez sajnos vállalt a vadgázolás, amit még mindig Önök intéznek, pedig nem az Önök feladata. Így van, hát nem a mi feladatunk, de hát tekintettel, hogy Budapesten ez nincs megoldva, ez a probléma. Valóban sokan fordulnak hozzánk ilyen vadgázolásokkal kapcsolatosan, főleg nyilván ugye a rendőrség. Azt kell erről tudni, hogy főleg ugye apró vadak élnek itt az Önök kerületében is. Az emlős állatok közül az őzet emelném ki. Az őzről csak röviden annyit kell tudni, hogy a télen csapatokba verődik, és ilyenkor tavasz végén, nyár elején az őzvakok már jelölik ki a territóriumokat, szétoszlanak a csapatok, nagyobb területeket járnak be, nagyobb a mozgásterük, mozgásigényük. Valószínűleg ezzel összefügg az, hogy egyre több az őzgázolás. És hogyha még problémák, viszont pozitív oldalról nézve, hogy a kábelégetések is megszűntek tulajdonképpen, szinte megszűntek. Hát így van, itt a 17. kerületben még nem találkoztunk már másfél-egy éve kábelégetéssel. Más egyéb kerületekben még egy-egy előfordul, de ugye köszönhető ez nyilván a törvényi változásoknak is, szinte már nem is létezik. Akkor folytassuk az akciókról, ugye köztudott, hogy a mezőrök nagyon sok akcióban részt vesznek, és akkor kezdjük a szemétszedéssel. Így van, 17. kerületben tavasszal volt április 2. felében egy szemétszedés, amit az önkormányzat szervezett. Természetesen ehhez, mint már az elmúlt 9 év folyamán is a mezőri szolgálat csatlakozik, illetve a büntetés végrehajtástól is 10 fogvatartót jött, és úgy gondolom, hogy elég nagy mennyiségű szemetet szedtünk össze közösen. A következő akció a Merzse akció volt, ahol televíziónk is részt vett, és ráadásul le is füleltünk egy aktuális történés vagy problémát. Igen, így van. Hát a Merzse akció is már évek óta ugye van az Önök kerületében.
Az idei évben tavasszal kétnapos volt az akció, ahol a rendőrség, mezőri szolgálat, közterületfelügyelet, illetve a polgárőrség vette ki a részét. Ez egy nagyon jól sikerült közös akció volt, én úgy gondolom, és valóban az M0-ás mellett egy szétszedett gépjárművet találtunk közösen. Ennek nyilván az ügye még nyomozati szakaszban van, tehát erről bővebb információt nem tudok még mondani. Hogyha itt teszünk egy kis kitérőt, akkor ugye ebből is látszik, hogy az önök együttműködése nagyon jó itt, főleg itt a kerületi szervekkel, de úgy általánosságban értve is. Igen, ez így van, nagyon sűrűn, tehát mondhatom, hogy hetente egy-két alkalommal vannak közös járőrözések a rendőrséggel. Ez abszolút jól működik, és én úgy gondolom, hogy nekünk minden esetre nagy segítség, ha egy rendőr kollega beül, ha csak egy 4-5 órára is, illetve hát látják a polgárok azt, hogy a rendőr, a mezőr páros közlekedik kinn a határba, ez mindenféleképpen preventív hatása van. És ugye a mai témák középpontjában is a nyár és a jó idő áll, és ugye gyakorlatilag minden hétvégük tele van, ugye rendszeresen szerveznek tanúsvény sétákat a gyerekek számára. Igen, így van, hát aztán büszkén mondhatom azt, hogy már az augusztus hónap is tele van e tekintetben. Valóban rengeteg család, iskola, óvoda jelezte már, hogy szeretné igénybe venni a kis segítségünket. Ugye a Merzse tanösvényen, illetve a Naplás tanösvényen visszük végig a gyerekeket, kisebb-nagyobb csoportokat, és ott ismertetjük meg őket a helyi jellegzetességekkel, növény, illetve állatvilággal. Milyenek a visszajelzések ezzel kapcsolatban? Hát mindenféleképpen pozitív, ha már csak azt tekintem, hogy már a nyár szinte augusztus végéig minden hétvége be van táblázva. Én úgy gondolom, hogy ennek a túravezetésnek, ha mondhatjuk így, elég nagy sikere van. Azt viszont mindenféleképpen el szeretném mondani, hogy a mezőr kollégák, illetve jó magam is ezt mindig szabad idejünkbe csináljuk, tehát nem munkaidőbe, de a kollégáim is szeretik egyébként. Ami még fontos és kiemelendő, az a teknős mentés, ami ugye szintén zajlik. Igen, így van, ugye tavasszal elkezdtük már a teknős csapdák kihelyezését. Örömmel mondhatom azt, hogy ugye a tavalyi évben közel 120 darab teknőst fogtunk ki, ami ékszerteknős. Az idei évben nagyságrendileg 20-25 darab teknőst fogtunk, amiből 2-3 volt mindösszesen a idegen, tájidegen ékszerteknős. Úgy gondolom, hogy ez már jelzi azt, hogy egyre kevesebb az ékszerteknős populáció a Naplástóban. Most én nem akarok nagyon belemenni, de mi lehet ennek az oka, hogy szerencsére ez a tendencia megváltozott ön szerint? Hát én úgy gondolom, pontosabban az a véleményünk így közösen, hogy nem szaporodik. Tehát ugye csak egy észak-amerikai fajról van szó. A magyarországi Kárpát-medencében főleg ezeket a hideg téli hónapokat nem igazán bírja. Elvermel, de szaporodni nem képes szerencsére. Bízunk abban, hogy előbb-utóbb meg tudjuk tisztítani az ékszerteknőstől a Naplástavat. Ugye a legutóbbi beszélgetésünk során volt szó egy pályázatról, amelynek keretében egy kis állatkertet szerettek volna pályázni. Ezt, ha jól tudom, akkor sikerült megnyerni. Igen, így van. Hát örömmel mondhatom, hogy a fővárosi közgyűlés elfogadta ezt a pályázatot, illetve hát nyertesként jöttünk ki belőle. Ugye a lényeg az, hogy a 16. kerületi önkormányzat pályázott 190 millió forintra. Ez egy nagyobb projekt, egy Naplázs nevezetű projekt. Ennek egy kis pici szelete vagyunk mi, de közel 30 millió forintot nyertünk mi is. Ebből meg tudjuk valósítani ezt a kis mini, nem is állatkert, ez inkább egy ilyen tanyaudvarszerű valami, ahol a elmondottam, hogy a őshonos magyar házi állatfajtákat tartanánk, és ott a diákok, gyerekek, családok jöhetnek, és testközelből megismerhetik az állatokat. Ugye a keret most már megvan rá, és mikor valósulhat meg? Így van, hát ugye rengeteg engedély szükséges hozzá, illetve az állatok beszerzése, valamint a karámok, egyéb épületek megépítése. Én úgy gondolom, hogy reálisan ez jövő tavasz, tehát 2018 tavaszára valósulhat meg. Beszélgetésünket egy újabb örömteli hírrel zárjuk, ugye elismerést kaptak. Mi is volt ez pontosan? Igen, így van. Hát ugye az április 24-i rendőrnap alkalmából 21-én a főkapitány úr díjazott minket. A Rákosmenti mezei őrszolgálat megkapta Budapest közbiztonságáért elismerést. Én úgy gondolom, hogy nyilván a kollégáimnak köszönhető ez az elismerés, de megdolgoztak érte, megdolgoztunk érte. Gratulálok, és továbbra is ilyen sikeres munkát kívánok. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen. Önöknek pedig a figyelmüket köszönöm meg, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!